Magyar aranyérem született még nem is egy a Derbeni kickbox világbajnokságon. A 17 éves Kádas Adrien szinte ismeretlenül hódította el a világbajnoki trófát. Én azt mondom, hogy mi azért ismerkedjünk meg vele. Kádas Adrien újdonsult világbajnok van itt, és edzője a hazai kontakt szakák vezetője Király István a vendégem. Jó reggelt kívánok! Hát, gratulálok! Pláne azért, mert ahogy így hallom, és aztán már ki fogunk térni az egyéb sikerekre, de azért ez az ismeretlenségből jött ez a világbajnoki arany már, ami a korábbi teljesítményedet illeti? Ezen a kérdésen igazából meglepődtem, mert a felnőtt mezőben tényleg ismeretlen vagyok, de az utánpótlásban azért, mert voltak eredményeim. Uh -huh. De ez, ez volt az első felnőtt világbajnokságom, amit sikeresen megnyitottam. Hát elég sikeresen azt hogy és sosem legyen ennél rosszabb. Csak azért kérdezem ezt az ismeretlenséget, illetve ezt a faktort, hogy mennyire jellemző erre a, a sportterre és mondjuk a te számodra az, hogy valaki az utánpótlás mezőnyből ha átkerül a felnőttbe, akkor az a tudás gyakorlatilag azonnal működik és azonnal konvertálható. Mert nagyon sok sportákban azért, ha valaki jeleskedik az utánpótlás mezőnyben, évek telnek el, mire a felnőtt mezőnyben meg tudja vetni a lábát. Ebben a sportban már a juniorok is versenyezhetnek a felnőtt korosztályban, és ez nem igazán meglepő szerintem, uh -huh. de Azért egy picit igen. Uh -huh. Kedves mester, ez azért tényleg így van, hogy valaki, ha egy ilyen markás tudáshoz a fiatalabb generációk közül, akkor a, a nagyokkal, a felnőtt mezőnyben ilyen könnyedén, persze idézőjelben könnyedén fel tudja venni a versenyt? Igazából a felkészítés a lényeg. Tehát nem a kor határozza meg a teljesítményt, hanem hogy mikortól uh -huh. versenzik Tehát nálunk Három éves kortól ö, már a, a kis óvodások is lejöhetnek és megismerkedhetnek a, az óvodás küzdősport ö, rejtelmeivel. De a lényeg az, hogy például Adrián mögött is már egy jó 9-10 jó, éves versenyrutin van. Tehát mm -hmm. itt minél korábban kezdjük el a versenyzést, ezek a fiatalok annál könnyebben tudják abszolválni azokat a technikákat, és mire, mire beérkeznek a, a felnőtt korosztályba, illetve a felnőtt mezőnybe. Igen, csak komoly rutinnal rendelkeznek, és azért tudnak ilyen uh -huh. meglepetéseket okozni. Döbbenetes, hogy ilyen fiatalon az ember mögött ilyen rutin van, de ezek szerint a, a munkában eltöltött évek száma jelentheti ennek a rutinnak az alapját. Beszéljünk egy picit azért arról is, hogy ez a Dublini világbajnokság magyar szempontból Adrián teljesítményén túl is fantasztikusan sikerült, gyakorlatilag tarolt a magyar csapat, a meggyerhető 15 aranyérenvel ugye 6 jutott a jegynek és nem beszélve még a többi éremről. Igen, hat arany, négy ezüst, három bronz volt a, Otyau, a mérlegünk, olyan. ezzel meg is nyertük a szemikontakti érentáblázatot uh -huh. magas fölénnyel, de a lényeg az, hogy, hogy egy nagyon komoly háttérmunka zajlik itt a szemikontaktban uh -huh. Magyarországon, hiszen ez a 2005 óta vezetjük az érentáblázatot, és, és a helyzet az, hogy bárhová megyünk mindenhol, minket akarnak megverni, és ez érthető, éppen ezért körülbelül nekünk egy jó 150%-kal nagyobb teljesítményen nyújtanunk ahhoz, hogy ugyanazt a szintet hozzuk. És hogy sikerült egyébként ezt a fajta világuralmat elérni ebben a műfajban? Mert azért ez azt gondolom, hogy és egy picit úgy érzem, hogy, hogy méltatlan kevés szó esik ezen, ezen, sikerek mellett arról, amit ez a műfaj produkál. Az a nagy szerencsénk, illetve hát nem tudom, hogy szerencsének nevezhető-e, hogy egy, egy helyre lokalizálódik ez a szemikontakt Magyarországon ez ebben az esetben Csepel, hiszen uh -huh. itt a, az összes megszerzett érmet Csepelről hoztuk. Méghozzá, mondjuk ki nyugodtan az iskola nevét. Igen, talán. a Halker Király Team Kickbox Akadémia ez, a, uh -huh. ez az iskola, ahol ahol foglalkozunk ezzel a szakággal, és a hatara négyezüst háromronzott, mind, mind Csepeliek nyerték. Elképesztő. És az a helyzet, hogy Magyarországon, aki egy picit is szeretne a szemikontakttal foglalkozni komolyabb szinten, muszáj strukturálódnia ide a főváros felé hiszen itt 10, 10 most már jelenleg 10 regnáló felnőtt világbajnok és 25 utánpotlás világbajnokkal egyszer együtt. Ez egy olyan dolog, mintha egész évben a válogatott edzőtáborában venne részt, tehát Felt, ez a, siker a, a A krém, de a krém, tehát a top-top a, a top iskolában vesz részt. Adrián, amikor azért ebbe a dologba, így mélyebben elmerültél, akkor volt -a olyan pont, amikor a mondjuk így a játékos indulást követően az ember felmér az, hogy hoppá, hát ennek a feleső tréfa, tehát erre gyakorlatilag nem csak a napi három edzés, de, de egy, egy, teljes életforma épül, mert gondolom ezt másképp nem lehetne elérni. Igen, hát ez, ez teljesen az életemnél vált, egy éve élek fönt Pesten, Azó. Mert egyébként hova vagy? Békés megyé vagyok, egy kisvárosból jöttem, uh -huh, uh -huh. és egy éve, mindig is ide akartam tartozni, és egy éve sikerült felköltöznem, és egy egyedül élek itt fönt. Hú, az kemény dolog, gratulálok. Ez, ez egy nagyon-nagyon komoly döntés. És Csak két héten járok haza a szüleimhez, és a kollégiumban élek, minden nap járok edzésre. Csak hát most lehet. a képzeletbeli kalapomat még jobban megemelem előtted, mert ismerem, hogy milyen az, amikor az ember a tizenéveig tizen kellős közepén mondjuk edzőtávolág és egyebek miatt tényleg gyakorlatilag a családjától távol kerül, hogy sikerül ezeket a fiatalokat a szó legjobb értelmében ilyen módon fanatizálni, mert azért a mai, sokat emlegetjük ezekben a székekben, ugye ezt, de tényleg azt gondolom, hogy a mai érték vesztett világban azért ezt a korosztályt, egy ilyen jellegű munkára, egy ilyen életmódra, ami egy totális koncentráltságot feltételez, kollégiumi életet, önellátást, és nem mellesleg ugye napi x óra edzést, azért ez viszonylag ritka dolog. Igen, nagyon jó a kérdés, és nagyon szisztematikus koncepció van az iskolánk és az akadémiánk mögött, hiszen, hiszen több olyan szakemberrel dolgozunk együtt, akik, akikkel így közösen meglátva azt, hogy nincs más út. Tehát így nem lehet kiengedni egy pillanatra se, és, és szerencsére a, a, az elmúlt 25 év, amióta, amióta létezünk és üzemelünk, az rányomta a bélyegét arra, hogy aki nálunk van és nálunk edz, is kérdést csinál abból, hogy igenis jó tanuló legyen, jó sportoló legyen, igenis valahol, valahol pont az ellenpólust képvisel a mi csapatunk, hogy pontosan tudják ők is, hogy, hogy mindenki a világhálólók, hogy mindenkinek minden más fontosabb, mint a tanulás vagy, a, vagy az edzés, vagy ő magában, hogy egy, egy struktúrában éljen, egy, uh -huh. egy, egy szisztémát kövessen az élete, és a saját korosztályuk, pont az ellenkező példát mutatják, ők uh -huh. valahogy azt mondják, hogy nem. Uh -huh. Mint ahogy, mint ahogy a, nemet mondanak a drogra, a cigire, az, az alkoholra, mindenre. És, és... ez egyértelműen kiderült számomra egyébként, hogy ez egy életforma a szó, leg, legjobb értelmében, tehát tehát, nem csak az a fajta mentalitás, amit, amit magukba szívnak nyilván ezekben a, ezekben a közegekben és az edzés folyamán, is látva ugye az elődőket meg ezeket a hagyományokat, de, de gondolom nem is tűrné el ez a közeg a másfajta mentalitás. Abszolút. Uh -huh. Abszolút, és, és nagyon, nagyon, érdekes, hogy pont nálunk Csepelen, ahol tényleg nem lehet azt mondani, hogy egy, 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 egy gazdag környék, és, és betérnek olyan fiatalok... Hát nem a igen, igen, Betérnek olyan fiatalok hozzánk, akik, akik, nem is tudják, hogy milyen az, hogy esetleg elhagyni az országot, mm -hmm. vagy, vagy térdig állni egy tengerparton, és, és ezzel megkapják. Tehát olyan motiváció van, olyan életmód és életpályamodell van előttük, hogy, hogy mellé jön és társul az a, az a csapatszellem, ahogy, ahogy mi fölmegyünk a tatamira, és ahogy eléneklünk okay. ott egy kis közös dalt, és, a, és mindenki, aki külföldi, valahol megremek belül, hogy már megint a halkert király témmel kell bunyóznia, és valahol 30%-os plusztal plusz indulunk. Fantasztikus, hát órákig tudnánk beszélgetni erről a szemikontakt hungarikumról, már szerintem nyugodtan fogalmazhatunk nagyon ki. Nagyon-nagyon nagyon, nagyon gratulálok, neked is egy külön, hiszen azért ebben az életforma mellett valóban a világi legjobb jelvá válni, az aztán külön, azt gondolom még hava tortán, amiért nagyon megdolgoztál. Beszélünk majd még a részletekről a későbbiekben is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönjük.